Kormánypénzek érkeznek a megyébe utak javítására, víz- és csatorna rendszerek fejlesztésére. Az országos településfejlesztési programban megvalósuló munkálatok finanszírozási szerződéseit írták alá a Hargita megyei polgármesterek, alpolgármesterek és Borbói Csaba megyelnök kedden, április 8-án a Csíkszeredai megyeházán. A megújult kormánynak szándéka, hogy pénzt juttasson Hargita megyének, hogy az elkezdett fejlesztéseket be tudják fejezni, és újakat indíthassanak el. Összesen 25 millió lejt kap a megye, 14 milliót az elkezdett munkálatok befejezésére, 11 milliót pedig újak beindítására. A vízrendszer kiépítésére udvarhely székről Simén falva, székely Felső Boldogfalva, Etéd, Román András falva, Szent Ábrahám, kapnak pénzt. Szennyvíztisztító hálózat kiépítését támogatják Lövétén, Nagygalomfalván, falván, Simén Oroszhegyen és Parajdon. Utakjavítására többek között Zetelaka, Farkaslaka, a Varság, Fenyét, Bögözközségek, valamint Székely Udvarhely, Székely Keresztúl járói írják alá a finanszírozási Szerződést. A támogatás segítségével élelmiszer piacot alakítanak ki Székely keresztúron, Nagygalomfalva átereszek javítására kér pénzt.